Dalmant külterületén Alsó-Leperden tartott közmeghallgatást a településvezetés az ott élő embereknek. A területén lévő ingatlanok nemrégiben házszámot kaptak, ezen kívül több elképzelése, terve is van az önkormányzatnak, hogy az alsó-leperdiek mindennapi életét megkönnyítsék. Szeretném tájékoztatni őket az utca házszámozás megtörténtéről, és arról, hogy aki még nem rendelt házszámot, annak az önkormányzat megrendeli, de hát önköltségen. Mindenképp szeretném őket tájékoztatni, hogy hiába volt pandémia, mi dolgoztunk, és tárgyalásokat folytattunk a gazdasággal, mind az alsó-leperdi bolt és presszó ügyében. A tárgyalások a mai napig folynak. Hosszadalmas a dolog, de már odáig eljutottunk, hogy ügyintézővel is tudtam beszélni. Október 31-ig a gazdaság meghosszabbította a bérleti jogát. Talán van rá esélyünk, hogy mi kapjuk meg a bérleti jogot, és utána árveréssel megvegyük ezt az épületet, hogy tudjunk rá pályázni. Így az alsó-leperdi fiatalok számára ifjúsági klubot, és hogy a Presto továbbra is működhessen. A tervek között szerepel a buszmegálló megvilágítása is, és alvízmérők beszerelése az egyes ingatlanokhoz. Utóbbi az ott lakók költségét terheli. Meg fog történni szeptemberig a két buszmegállóhoz a kandelláber felépítése és kitelepítése, ami ősszel már majd ad világosságot azoknak, akik sötétben mennek dolgozni, és sötétben érkeznek haza. Erről is mindenképp. Szeretném a lenti soron élőknek, mivel ott általányt fizetnek vízdíjként, tehát szeretném tájékoztatni őket, hogy társasházi szerződést írtak alá anno, tehát 30-40 évvel ezelőttről beszélek, és alvízmérőt kellene ugye mindenkinek vásárolni, de mivel társasházként működnek, ezt nekik kell megvenni. Én a DRV-vel egyeztettem, a tervek elkészültek. A gazdasággal is egyeztettem, a gazdaság beleegyezett a szolgálmi jogba, miszerint engedélyezik, hogy az alvízmérőt mindenki saját maga megvegye, és nem lesz veszekedés, hogy ki mennyit öntöz, és ki mennyi vizet fogyaszt el. Tehát ez is az ő érdekükbe. A lenti soron lévő út, ami gazdasági út volt, de mivel társasház, ez már az ő tulajdonukban van, de próbálunk segíteni, hogy a lenti házakat ne öntse el a víz, amikor akkor elsőzések vannak, de ehhez is ők is kellenek, mert egyedül nem tudjuk kivitelezni. Biztos, hogy lesznek kérdések, lesznek felháborodások is, mert sajnos el kell magyaráznom, hogy mi az, hogy társasház, mi az, hogy társasházi szerződés, mit írtak alá, tehát ők akkor vállalták azt, hogy ezt az utat, és itt mindent ők tesznek rendbe, ők egy csoport. Ez olyan, mint Dombováron egy emeletes ház, ahol ha van 12 lakás, tehát ott szavazunk, és itt a többség dönt. Tehát ezt azt gondolom, hogy el kell mondanom, és tudatosítani bennük, hogy a gazdaságnak itt már nincs érdekeltsége, itt már nincs telepe. Annó ezeket a gazdasági lakásokat ők megvásárolták, itt maradtak, és innentől fogva az ő feladatuk, ugye, hogy ezt karbantartsák és rendezzék.